A nemzeti összetartozás évében a felvidéki magyarok igyekeztek minél szorosabb kapcsolatot kialakítani határon túlélő nemzettársaikkal. Ilyen volt az Ipolyvisk és Tésa immár hagyományos, közösen megrendezett hídnapja, valamint a Mátyusföldi Alsószeli új közösségi kemencéjének avatója is, ahol helyiek és az anyaországiak együtt ünnepeltek. Mit ad számunkra a hozzáállásunk ahhoz, hogy ilyen dolgok történnek, hogy kemencét építünk, itt szeretnénk ünnepelni, együtt megélni az időt, azt, amit az Úr ad nekünk. Azt adja nekünk igazából, hogy jobban egymásra tudunk figyelni, főleg itt a koronavírusos időszak után, vagy közben. Bemutattuk, hogy tanulnak a diákok online a koronavírus alatt, és hogyan vették ki a részüket a Segíts a kórházakon akcióból. Volt olyan, aki otthon 3D-s nyomtatóval pántokat gyártott a felhajtható védőmaszkokhoz. Mivel gyermekeinknek mi ezt pantárként is tanítjuk a 3D nyomtatást, ezért már jelentkezett 2-3 diák, akiknek haza is szállítottuk ezeket a nyomtatókat, és készítik odahaza ezeket az alkatrészeket. Most már a megye, tehát a Kassa megye is bekapcsolódott, és jelenleg arról tájékoztatott bennünket, hogy már mahoz számunkra alapanyagot, a 3D nyomtatáshoz szükséges alapanyagot, ezt a filamentet, amelynek segítségével tudjuk továbbra is nyomtatni ezeket az alkatrészeket a segédeszközökhöz. Szélére letolunk, és ezután kerül be a tepsi. A felvidéki magyarok összefogása és hazaszeretete is példaértékű. Idén többször is jártunk Gömörben, ahol megtapasztalhattuk a helyiek vendégszeretetét és szűkebb hazájuk iránti elhivatottságukat. Elsősorban is mondanám, hogy a természet adta lehetőségek, azok csodálatosak, meg kell ismerni, és aki ide ellátogat, az nagyon gyakran visszatér. Mert legtöbb esetben vissza is tér, mert annyira vonzó, és télen, nyáron, tavasszal, ősszel minden alkalommal van mit nézni. Csodálatos környéke van a Vájvölgyének. A felvidékiek büszkék magyar hagyományaikra. Megismertük az ősi magyar harcmodort a Felföldi Dalia iskolában, majd több néptánc csoporthoz is ellátogattunk. Az 50 éve működő pozsonyi szőtteshez, az abóujszínai rozmarinkhoz, amelyben több anyaországi is táncol, és a csaló köztánc együtteshez is, akiknek legfőbb célja, hogy a népi kultúrát megismertessék a fiatalokkal. Rettenetesen fontos az, hogy megismerjük a saját kultúránkat, mert csak így tudjuk igazán beazonosítani önmagunkat, hogy kik is, mik is vagyunk. Tehát nagyon fontos az, hogy megismerjük. És ha gyerekkorban megismerkedünk vele, akkor az egész életünket végigkíséri. Megismertünk több felvidéki vállalkozót is. Jártunk Nátszegen Szarka Zsuzsa viseletkészítőnél, a három magyar fiatalember által alapított Essencia Pálinka főzdében, és ellátogattunk a taksonyfalvi Panyik Imre díszműlakatoshoz is. Ott voltunk, mikor átadták a magyar kormány támogatásával felépült Zoboraljai magyar óvodát. A Búcsi alapiskolában pedig megnéztük, ahogy a gyerekek Trianon évfordulójára emlékgyűrűt készítettek. Egyik célom az, hogy ők is érezzék ezt, hogy ott valami történt, valami igazságtalanság, nem véletlenül fekete ez a gyűrű. De ugyanakkor tapasztalják meg azt, hogy nem csak itt Felvidéken, Kárpát-medence nagy-nagy területén találunk olyanokat, mint mi. És akkor ezáltal is támogassuk egymást, ezáltal is tudjuk egymást buzdítani arra, hogy tartsanak ki, és legyenek magyarok. Ott voltunk, mikor június 4-én felhúzták Felvidék lobogóját Gombaszögön. A talapzat mellé egy fát ültettünk, amit azzal az 1100 maréknyi földdel temettünk be, amit a felvidéki magyarok elküldtek, eljuttattak számunkra, összesen 600 különböző településről. Azt kívánom, hogy gyarapodjunk, és hogy maradjunk meg magyarnak. Ez az elmúlt 100 év, ez nem volt zökkenőmentes, és mi mégis itt vagyunk. A nehézségek árán is, de közösségünk boldogulni tudott, és hiszem, hogy boldogulni fog az elkövetkező évszázadban is. A felvidéki magyarok mindent megtesznek azért, hogy ez tényleg így legyen.